Magyarország alma termése egy átlagos évben 600 ezer tonna. Ezek kétharmadát ipari, egyharmadát étkezési almaként hasznosítják. Az alma ültetvény mérete évek óta csökken. 2002-ben még 41 ezer hektár volt, 2019-re már csak 25 ezer. Bizonyos becslések szerint ennek további 40%-a tűnhet el a következő 5 évben, mivel korszerűtlen és potenciálisan versenyképtelen. Az almatermesztés segítése érdekében a Magyar Kertészeti Szaporító Anyag Nonprofit Kft. Vezetői egy megoldási javaslattal álltak elő tavaly januárban. Egy olyan modern logisztikai és szolgáltató komplexum létrehozását javasolták, amely 100%-ban az állam tulajdona és a térségben élő termelők terményét gyűjti össze, tárolja, csomagolja, majd termelőktől független menedzsmenttel értékesíti. Az agrárminiszter egy balkányi fórumon a napokban bejelentette, a közeljövőben megépül a komplex almatároló hűtőház, összesen 7,6 milliárd forintból. Épülni fog egy körülbelül másfél futballpályányi területű hűtőház, amelyben a környező településeken termelt almát szeretnék raktározni, utána pedig elsősorban külföldi piacra értékesíteni. Ezzel pedig a termelők azért kerülnek jobb helyzetbe, mert jelenleg nagyon sokan léjalmára szakosodtak. Ennek viszont azt látják a szakemberek, hogy nincs hosszú távon jövője, ezért szeretnék azt, hogy minél többen étkezési almát termeljenek, és ennek egy biztos piaca lehetne ez, hogyha itt helyben új fejetón ezt beszállítanák, innen pedig majd központi értékesítés keretében kerülne tovább. A gazdáknak egyfajta biztonságot jelent, hogy fix áron, vagy esetleg még jobb áron, mint amin ők el tudnák adni, lehetne ezt értékesíteni. A komplexumot itt az újfehértói kutatóállomás területén építik majd fel, a mintegy 23 hektáros terület teljes egészét elfoglalja majd. A gazdák középrétege rendelkezik hűtőházzal, de a termés nagyjából 60%-át azok adják, akik pár hektáros területen gazdálkodnak, nekik viszont nincs lehetőségük a raktározásra. A beruházás forrását az állam biztosítja, a későbbiekben pedig non-profit alapon működik majd a komplexum. Az új épületnek köszönhetően közel 20 új munkahely is létrejön majd a településen. Újfehértón a közeljövőben más beruházások is folytatódnak. Hamarosan átadásra kerül a Honvédelmi Sportközpont, majdani Honvédelmi Sportközpont területe munka végzés céljából a kivitelezőnek. Ez március elején legkésőbb megtörténik, valamint a nyár folyamán elindul az a projekt is, ami már 3 évvel ezelőtt valósult meg az első része, most pedig a futballpálya területén fog épülni egy új futballpálya, amely minden igényt kielégítő lesz a helyi futballistáknak is, bízunk benne, hogy a környékbeli futballistáknak is. Az észak-kelet-magyarországi térség gyümölcstermesztésének komplex fejlesztési koncepciója szerint, amelyet a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. Készített, Szabolcsi Alma Centrum lehet az új épület neve majd, de ez még változhat az eredeti tervekhez képest.